Az NB3-as bajnokság a mi részünkről ilyen szempontot illetően nem egy kiszámítható bajnokság jelen pillanatban. Itt nekünk hétről hétre alkalmazkodni kell, de pont ez a lényege az NB3-nak, hogy megadni a lehetőséget azoknak a játékosoknak, akik fiatalok, hogy fönn tudjanak játszani és tapasztalatot gyűjtsenek, hogy ezt már előtte is mondtam. A másik pedig ugye egy ilyen mérkőzés, mint egy érdemi mérkőzés, és azok a játékosok, akik pedig az NB2-es keretnél ott vannak, és fontosak az NB2 részére, azok pedig minél hamarabb visszakerüljenek a mérkőzésbe, hogy segítsék az NB2-es csapatnak a lehető legjobb szereplését a bajnokságban. Úgyhogy az érdi mérkőzés az ilyen szempontból egy kiki mérkőzés volt. Számítottam is, hogy az lesz ezzel a kerettel. Úgy gondolom, hogy teljesen egyenrangú partnere voltunk az érnek, és ha úgy leszek, akkor szerintem megérdemelten is nyerték meg a fiúk ezt a mérkőzést. És a jó teljesítmények voltak, és nagyon örültem annak, hogy például egy forró Gyuszi is, aki visszatudott játszani, nagyon jó mentalitással játszott vissza, nagyon sokat tett a mérkőzéshez. A következő soron, következő kupa mérkőzésen a Ferencváros ellen végig tudott játszani hosszabbításba egy mérkőzést. Nekem azzal kell törődnöm, hogy az lejjen lévő játékosok, akik a keretet alkotják, illetve a kezdő csapatba játszani fognak, azok a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák. Most az, hogy a Veszprémmel játszunk, az most ilyen szempontból nekünk tényleg nem különbség, mint hogyha most játszanánk, mondjuk tegyük fel a Győrrel. Ez mindig keretfüggő, ahogy mondtam, kik kerülnek a pályára, ki fognak játszani. Tehát jelen pillanatban most azt mondom, hogy várom azt, hogy ismét jó teljesítmények legyenek a csapatba. A fiatalok, akik játszani fognak, jól játszanak, merjenek futballozni, mutassák meg, hogy odavalóak. Akik pedig ugye itt vannak már egy éve, a múlt évben is NB3-ban játszottak, azok pedig továbbra is bizonyítsák azt, hogy ha kell és szükségszerű, akkor hozzájuk lehessen nyúlni, és följebb egy osztályat tudjanak majd futballozni.